Jó napot kívánok! Előre látni való, hogy az a választás, ami előtt vagyunk, ahol az Európai Uniós parlamenti választás és az önkormányzati választás egy napon, egy időpontban lesz megtartva. Hát hatalmas szavazólapokkal kell, hogy megküzdjön majd a választópolgár, és az még egy dolog, hogy sok lap lesz, de hogy mennyi név, mennyi párt, mi minden lesz rajta, és hogyan igazodnak el, hát nem lesz egy könnyű dolog. Ez az egyik, amivel majd meg kell küzdenünk, és erre jó lenne felkészíteni az embereket, hogy tanulják, hogy mi az, ami eldönthető lesz ezen a választáson. De a másik, hogy egyáltalán a magyar önkormányzatiság milyen állapotban van, miután a politikai harcoknak erősen kitett dologról van szó, miközben egy óriási vívmány, hogy van önkormányzat, óriási vívmány, hogy az alaptörvényben és az alkotmányban eleve a szerepe meg volt határozva, az már kisebb vívmány, hogy a Fidesz mennyire szűkítette az önkormányzatok mozgásterét és jogait, már eleve az alaptörvényben is sokkal szűkebb körben határozta meg a tevékenységét, illetve nagyon-nagyon ilyen gumiszerűen. De ami utána következett, hogy az önkormányzati önállóságot mind gazdálkodás szempontjából, mind az adott és elvett jogok szempontjából hogyan alakította, hát ez egy nagy kérdés. Milyen állapotban vannak most tehát az önkormányzatok, mire lehet számítani, erről fogunk a mai műsorban beszélni. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke. Szervusz Gyuri, köszönöm, hogy itt vagy, régi ismerősök vagyunk. Hány éve vagy a szövetség elnöke? 33 éve, 34 éve vagyok polgármester, igen. És 33 éve a szövetség elnöke, úgyhogy én is köszöntelek téged is, meg a rádióhallgatókat. Kevés ilyen kitartó polgármester van. Hát most ott vagyok, ott vagyok már a dobogón, mert Pásztor Béla Veres polgármestere befejezte a szolgálatát, és ugye előrébb kerültem a listán, úgyhogy ez felelősség is azért, mert mindenki nézi, figyeli azért, hogy mit mondok, pláne így, hogy a szövetség elnöke vagyok, azért általában nem csak Gödöllőről, hanem a önkormányzatiságról is szoktam beszélni. Éppen azért gondoltuk, hogy kezdjük a beszélgetést ma veled is. Akkor induljunk el onnan, hogy 2019-ben volt egy nagyon nagy ellenzéki siker a 19 önkormányzati hely megnyerésével. És akkor arról szólt a dolog, hogy az ellenzék ezáltal össze is szedi magát, hiszen a legjobb és a legdemokratikusabb dolog a helyi önkormányzatoknak az összefogásával megmutatni, hogy a kormányzattal szemben van alternatíva. Ez szétesett. Hát, jó kérdés, lehet elemezni, én is beszélgettem sokat ellenzéki polgármesterekkel erről. Nem volt meg az a szervezőerő mögötte, ami ahhoz kellett volna, hogy egy átütő siker legyen. Az is igaz, hogy nagyon sok olyan polgármester volt, aki újként indult 2019-ben és nyert, tehát el volt foglalva a saját dolgával, a saját belső egyeztetési mechanizmusaival, és nyilván azzal, hogy hogy éli túl az elmúlt időszakot, hiszen itt azért volt egy két év Covid, volt egy energiaválság, vagy van egy energiaválság, az infláció, a pénzügyi bennségek és a kormányzati elvonások. Ezzel megküzdeni azért nem egy egyszerű dolog, és nyilván ez elvette az erőt attól, hogy szerveződjenek az önkormányzatok. A kormány, illetve a Fidesz, mert ez már pártpolitika, ügyesen csinálta azt, hogy a önkormányzatok kivéreztetésével lekötötte az önkormányzati vezetőket azzal a feladattal, hogy ki hogyan és mint fogja majd túlélni, ki hogyan próbál magának erőteret, pénzügyi, finanszíros erőteret biztosítani, és ez nyilván gyengítette az együttműködési felületet a települési vezetők között, annak érdekében, hogy valóban egy erőt el tudjanak mutatni. Igen, de közben meg ez egy meglehetősen tudathasadásos helyzet, hogy a helyi erő, az önkormányzat, az nem elsősorban pártpolitikai és politikai csatákra van, hanem arra, hogy a helyi életet irányítsa, fenntartsa, komoly és konkrét feladatai vannak. Ugyanakkor a kormány maga is politikai eszközként használta a önkormányzatokkal szemben intézkedéseket és a megkülönböztetéseket. Akkor tegyük egy példát, amikor Debrecen kap 3,3 milliárd forintot támogatásként, addig Szeged nem kap egy fillért sem, vagy Hódmezővásárhely. A fene se tudja letagadni, hogy emögött csak is kizárólag a politikai meggondolás van. Gödöllő is elszenvedett több támadást, emlékszünk a hulladékügyre, hogy nem tudtatok hitelt kapni, mert a kormány mondja meg, hogy egy önkormányzat egyáltalán felvehet-e hitelt, vagy nem. Na most ez ellen helyben semmit nem tudsz csinálni, össze kéne fogni, de akkor az meg már nem az önkormányzatról szól, hanem ellenzéki politizálásra. Ez egy csapda. A csapda is, de azért azt látni kell, hogy például itt már a
ellenzéki vagy nem fideszes önkormányzatokon kívül fideszesek is ott vannak a fókuszban, hiszen ez a bizonyos támogatás, amiről az előbb beszéltél, Debrecennek és más településeknek, ugye az energiakompenzációra volt, ahol Debrecen 3,3 milliárdot kapott, és mondjuk Székesfehérvár meg Győr 200 millió forint körüli összeget, tehát jóval kevesebbet, még 10%-ot sem, és az is fideszes, tehát itt már a sajátjainak is üzen a Fidesz, hogy akkor tudunk majd titeket is kondicionálni, ha. Bár ennél ez bonyolultabb kérdés. A lényeg az, hogy sajnos az az igazság, hogy ezzel a pénzügyi, gazdasági kivéreztetéssel bizony kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a települések, fideszes települések is, és megosztottá vált az önkormányzati vezetői kör, még sokszor ellenzék között, ellenzék és Fidesz között, és próbált mindenki úgy teljesíteni, hogy aztán végül esetlegesen egy picit több morzsa jusson nekik, mert ezek már tulajdonképpen, amikről beszélünk, ugyan nagy pénzek, de összességében morzsák ahhoz képest, ami volt az önkormányzati rendszer finanszírozása, egy kiszámítható stabil finanszírozás volt, mindig volt vita a költségvetés kapcsán, de azért nem arról szólt a történet, hogy a településnek le kell húzni olyan feladatokat, amit a lakosság joggal elvár, azért mert nem tudják már finanszírozni az elvonások miatt, az infláció miatt, vagy energiaválság, vagy bármi más miatt. Nem egyet szerint ez a játék miért működik ilyen jól a Fidesz kezében, hiszen településen vannak Fidesz támogatók, vannak nem Fidesz támogatók. Ha egy települést azért büntet a kormány, mert ott a vezetés nem az ő pártjából van, akkor bünteti az ott élő fideszeseket. És mégis erős és nagyfokú a Fidesz támogatottsága változatlanul. Ugye Lázár János részéről elhangzott az Hódmezővásárhelyen, hogyha Márki-Zay Péter választják meg, akkor semmi támogatást nem kap a település. Igen, ezt kimondta. Tehát ezt már ő ki is mondta, amit egyébként nem lehetne, mert ez megint európai és alapjog ellenes, de összességében van egy ilyen koncepció, hogy csak az a jó polgármester, aki fideszes. Ugye volt már 90 előtt ilyen időszak, amikor egy pártból lehetett választani, talán egy-két helyen volt kettő jelölt, akire szavazni lehetett az utolsó időszakban, de gyakorlatilag itt a politika jelölte ki a polgármestereket. Most egyébként szépen haladunk ebbe az irányba, de nem hiszem el azt, hogy el fogunk oda jutni, bízom benne, mert egy nagyon lényeges pontot nem szabad elfelejteni egyetlen egy kormányzó pártnak sem, hogy önkormányzók nélkül az ő politikája sikertelen lesz. Bábokkal, kinevezett emberekkel nem fogja tudni megcsinálni azt, amit egy olyan polgármester segítségével tudna az ő politikájában megcsinálni, tértek fejlesztéspolitikát, működéssel kapcsolatos politikát, hiszen nálunk egy csomó ilyen feladat van. Tehát azt akkor tudja jól megcsinálni, ha mi abban érdekeltek vagyunk, ha van motiváció, ha a helyi lakosság érdekeit jól képviseljük, és igyekszünk ezeket a szolgáltatásokat minél magasabb szinten biztosítani. Ha nem érdekelt valaki ebben, csak egy bábként működik, akkor szép lassan degradálódik és leamortizálódik a polgármesternek a pesztise, és akkor ez a pártpolitikussá válik. Ez nagy hiba lenne. Én azt gondolom, hogy a polgármesternek a településén élő lakosság teljes egészét kell képviselnie, egyre kevésbé kell pártpolitizálnia, nyilván a nagyobb településeknél, akár kerület, megyei jóvárosok, főváros, ezt nem lehet kiküszöbölni, de ott is inkább háttérbe szorítani, és valóban egy lokális érdekrendszer mentén, a helyi lokális érdekrendszer mentén kell neki a munkáját végeznie, mert az emberek elvárják, hogy kinyisson a bölcsőde, kinyisson az óvoda, ha gyerekeket oda viszik, akkor azok biztonságban legyenek, jó pedagógusok legyenek, pedagógusok vagy jógondozók, vagy adott esetben a önkormányzatot tartozó szolgáltatások jól működjenek. Itt a probléma az, hogy nem csak pénzt vettek el, hanem elvettek egy csomó olyan szolgáltatást, amit mi sokkal hatékonyabban tudnánk megcsinálni. Én továbbra is az oktatást egy ilyen dolognak tartom, de a hulladékgazdálkodásnál is az önkormányzati szemüveg az sokkal hatékonyabbá teszi a gazdálkodást, nem pénzügyi szempontokat vesz figyelembe ilyenkor az önkormányzat, hanem a lakosság érzékeny, a hulladékgazdálkodás a leginkább lakosság érzékeny, hiszen nem olyan, mint a gáz meg a villany, hogy bedugjuk a konnektorba, vagy bekapcsoljuk a gázt, hanem olyan, hogy ki kell húzni a kukát, együtt kell működni a lakossággal, össze kell gyűjteni a zöldet, a különféle szelektív szemeteket oda kell vinni, ahova kell vinni. Tehát itt van egy nagyon komoly felület a hulladékgazdálkodásnak, amihez feltétlen szükséges egy lokális edukációs és kommunikációs folyamat. És ezt most nem mondok cégeket, mert
most már túl vagyunk rajta, ezt nem fogja tudni megcsinálni egy központilag vezényelt anyagi érdekeltségű cég. Nyilván bele fog fektetni annyit, amennyi az ő érdeke, de a végpont, a felhasználó a számára egy darab, és nem egy ember, és nem egy család. Ezt annyira könnyű belátni, de miután nem véletlenül beszélsz erről, hiszen Gödöllőt támadta meg legelőször a kormány, hogy az önálló hulladék gazdálkodást kivegye a kezéből. Mondott mindent, hogy loptak, csaltak, hogy rosszul csinálták, minden hazugságot megpróbáltak, hogy meggyőzzék a lakosokat, hogy majd az állam jön, és az jól fogja csinálni, nem tudja jól csinálni. A hulladékgazdálkodás egy tipikus olyan feladat, ami regionális, és én azt gondolom, hogy 300 és 500 ezer közötti ellátandó területet lehet jól összefogni településekkel, szakemberekkel és ellátni a feladatot. Nem egy központ irányítani, amit úgy neveztünk akkor, hogy kukaholding, hát a világon nincs olyan, hogy a szolgáltatás ára nem fedezi a szolgáltatás költségeit, a világon nincs olyan, hogy a szolgáltatásért nem a szolgáltatónak fizetek, hanem valami cégnek, amit az állam hoz létre, és majd az visszaadja a szolgáltatónak a pénzt, amennyit ő gondolt. Tehát így indult el ez a történet, és ebben mi próbáltunk ellenállni, és aztán nyilván a politika és a kommunikáció lenyomta a mi törekvéseinket, hát meg is látszott az elmúlt időszakban. Megpróbálunk a mostani MOL által elnyert koncesszió után a MOL-hoval természetesen együttműködni, mert nekünk polgármestereknek persze egy nagyon fontos dolgunk, hogy együttműködjünk, hogy minél jobb legyen a szolgáltatás, de vannak kétségeim. Hogy mennyire fontos a lokális érdekek szerint politizálni az önkormányzatban, szerintem ez egy jó gondolat, ezt folytassuk és vonjunk be egy ebben a tekintetben nagyon sikeres fiatal polgármestert is. Őrsi Gergely a második kerület polgármestere. Nem haragudtak meg rád magára, ha tegeződjünk akkor, hogy így ebben a hármasban tudjunk beszélni. A támogató pártok, amikor azt mondta, hogy a maga pártja, vagy a te pártod, az Buda, és nem pedig valamelyik politikai testület? Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, szervusztok. Nem. Azért nem, mert ebben én viszonylag konzekvens vagyok 2019 óta is, azt megelőzően is, és ezt én mind a képviselőtestületben, mind a Budapesten működő pártoknak bebizonyítottam, és a tudtára adtam, hogyha úgy tetszik, hogy a pártpolitika az nem való az önkormányzati szintre. De miért kell félni? Nem, ez nem egy félelem. Mondok egy konkrét példát. Nem egyszer látjuk azt, hogy ilyenkor jön egy új polgármester, 3-4 párt támogatta, és akkor a pártok benyújtják a különböző igénylistákat, hogy akkor egy alpolgármestert én szeretnék adni, erre a pozícióra légy szíves, Benőt nevezd ki. Tehát, hogy megy egy ilyen alku, gondolom, én láttam ilyet a fővárosban, gondolom a kerületben is volt. Szerintem ez a párt, vagy ez a bizottsági helyek, alpolgármesterek osztozkodása, történő redukálása a pártpolitikai szintérnek, én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy amiről Gémesi György is beszélt. Egy polgármesternek a kerületében élők mindannyiukat kell képviselni, párthovatartozástól függetlenül. Ugyanúgy, ahogy az útnak nincs és jobb és baloldala, ugyanúgy egyébként onnantól kezdve, hogy a polgármestert megválasztják, nem tehet különbséget világnézet vagy politikai hovatartozás, vagy bármi alapján az ott élő emberek között. Én arról beszélek, és hogy mert egyébként van ilyen. Nincs olyan síkja az önkormányzati politikának kerületi szinten, ahol a pártpolitika elférne, szerintem. Nincs. Mindenki, aki egy pártnak a tagja, akit egy pártszövetség vagy egy párt éleként, vagy tagjaként választottak meg a polgármesteri tisztségre, neki van egy értékrendje, vélhetően ezért tagja egy formációnak vagy egy pártnak. Uh-huh. Ezt a döntésein és a cselekvéseink keresztül egyébként kifejezésre tudja juttatni, de az, hogy beleálljon pártpolitikai, országos politikai ügyekbe, amik nem az önkormányzati rendszert érintik, az szerintem nem helyes. És én 2019 óta nem írtam le, és nem mondtam ki egy pártnak a nevét sem, idézőjelben, és nem pártpolitikai alapon, vagy nem pártközpontokból érkező utasítások alapján. Értem, ezt világos számomra, de ugye az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy diktáljon, míg a kormány van abban a helyzetben, hogy diktáljon, és hogyha a polgármesternek megrendelést ad a kormány, és azt mondja, hogy most ezt kell propagálnod, most ezt kell csinálnod, akkor ő kénytelen lesz, mert egyébként megvonják tőle a támogatást, nem lesz elég pénz a településen, és az emberek inkább lenyelik azt, hogy függ egy kormányzati politikától a polgármesteren, de legalább van csatorna. Szerintem a kormányzati politikától való függés, az nyilvánvalóan az ellenzéki, független, vagy pártpolitikától független polgármesterek esetében teljesen más jelent. Ott a függelmi viszony szerintem teljesen máshogy kell értelmezni. És ahogy Gémesi György is mondta, hogyha azt nem tartom pártpolitikának,
hogyha egy önkormányzati vezető az önkormányzati rendszer egészét, vagy éppen a saját települését érintő negatív kormányzati intézkedések ellen felszólal. Mert az igenis egy városvezető dolga. Akár az akkumulátorgyárak, de akár a hulladékgazdálkodás központosítása, ami azért sok helyen okozott, és fog is még a mostani állapot szerint mint is zavart ahogy okozni. Az orvosi ügyelet központi átszervezése már most drámákat okoz, látjuk, hogy ilyen hírek érkeznek. Igen, de ilyen lehet az is, amit ugye az utóbbi 10-13 évben vontak el az önkormányzatoktól jogkört. Adott esetben az iskolarendszer, vagy éppen az építéshatósági, építésfelügyeleti jogkörök, amik különös azért veszélyesek, mert egyrészt ugye nem pusztán azért, mert az önkormányzat, aki a legközelebb áll az emberek kezéből, kikerültek azok a döntési jogkörök, hogy hogyan nézzen ki egy épület, vagy éppen hol épülhessen épület az adott településen belül, bár az építési szabályozás a szerencsére jelen pillanatban még önkormányzati hatáskör, vagy éppen hogy az kerületi iskolák fenntartása és működtetése az legyen, hanem pontosan azért, mert nagyon sokan egyébként még nem nagyon sokakban nem tudatosult az, akár csak a gépjárműadónál, hogy ez már nem önkormányzati jogkör ezeknek a beszedése. Ugyanakkor a gépjárműadó az egyetlen gyakorlatilag címkézetnek mondható ami bevétel volt, ami az utak fenntartására jött. Hát hozzánk még 15-17 millió forintos nagyságrendben érkezik téves utalás az önkormányzathoz, és értelemszerűen az iskolákkal kapcsolatos panaszok is először hozzánk érkeznek meg, hiába vették el már hosszú évek óta. Ez talán a kormányzatnak az a politikája, ami nem csak az önkormányzati hatáskört, hanem egyfajta kommunikációs húzásként is használja, hogy igen, okold csak az önkormányzatot az utak állapotáért, de elvesszük az építés építményadót, okold az önkormányzatot az iskolák állapotáért, de elvesszük a fenntartást, és hosszasan lehetne sorolni, okold a szabálytalan építkezésekért, de az építéshatóság és az építésfelügyelet sincs nálad. Ezek ellen mind föl kell szólalnia szerintem egy városvezetőnek. Ez nem pártpolitikai kérdés. Ez olyan országos politikai kérdés, amit egyébként az önkormányzatoknak a kárára hoznak meg. Hogy úsztad meg? Hogy a lakosság nem a te fejedet veri azért, mert a hulladékgazdálkodással az történt, ami történt, mert hogy nem kapta meg a város azt az 500 milliót, amit kért, és akkor azt mondja, nem csinálja jól, mert hát nem jutunk pénzhez, elvesznek tőlünk jogokat. Ez megint penge élen van, mert ahogy Gergő mondja. Nagyon fontos, hogy az ember nem csak a rádión keresztül, vagy kommunikációs közön keresztül találkozik az emberekkel, hanem ott van az emberek között. Polgármester társam, ő is, én látom a Facebookos bejelentkezéseit, látom azt, hogy ott van a mindennapi életben. Ahol meg lehet fogni a polgármestert, meg lehet kérdezni, el lehet mondani. Iszonyatos energia, többletenergia, de azt gondolom, hogy ebben a világban, ami elképesztő feszült, és rengeteg tévinformáció terjeng, az a biztos pont, hogyha én ott vagyok, vagy mi ott vagyunk köztük, és elmondjuk, nem pártpolitikai alapon, nem érzelmi alapon, hanem az ő érdek alapján. És ez sok-sok energiát igényel, hogy megértse azt, hogy mi a különbség akkor, hogyha valamit az állam működtet, vagy központosítanak, vagy valamit, amit mi működtetünk, és amiben ő bele tud szólni. Mert egyébként az a lényege a dolognak, a lokalitásnak, hogy azért nem úgy van, hogy én fölébredek reggel, hasamra ütök, és akkor azt mondom, hogy holnap ez lesz, hanem azt már jól körbejárjuk, kommunikálunk, beszélgetünk, jönnek a jelzések, írnak nekünk, válaszolunk rá, nem hivatalos választ, megpróbáljuk megoldani. Azt is el kell mondani, hogy nem tudjuk megoldani, nem csak bizonyos tekintetben, nem csak pénzügyi okból, hanem mondjuk adott esetben műszakilag vagy jogilag nem oldható meg. Tehát ez rengeteg időt igényel, és aki erre nem szán időt, az ne gondolkodjon hosszú távon ebben a feladatban. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy van egy olyan típusú polgármester kollégakör, akik ugye teljes mértékben függőek a napi pártpolitikától, ki vannak szolgáltatva. Nekem elég az a 20 millió forint, amit hoz a képviselő, azt a két utcát leaszfaltozzuk, és akkor jó vagyok. Egyre kevésbé merik vállalni a kollégák azt, hogy benne legyenek a sűrűjében, inkább nekik ez így jó, ott van, és akkor elmagyarázzák, hogy most akkor ez a fejlesztés a világ legnagyobb dolga. Ez azért baj, mert az önállóság, az autonómia, a gondolkodás, a kreativitás, ami alulról jön, az eltűnik a rendszerből. És amikor én meghívok kollégákat, akik tudom, hogy nem olyan felkészültek, hogy egy konferenciájú jönnek el, oda nem dugják az
az órukat, adunk információkat, mint szövetség, nem érdekli őket. Föltesszük a Facebookra, nem érdekli. De amikor baj van, akkor fölhívnak telefonon. Tehát nagyon fontos az, hogy a polgármesteri kör próbáljon meg minél inkább önálló maradni, a napi párpolitikai függéseket föladni, ami nem egy belső értékrendbeli feladás, hanem az mindenkinek megvan, hogy adott esetben én majd, mit tudom én, uniós vagy egyéb választáson ide vagy oda szavazok, hanem hogy a helyi értékeket és a helyi érdekeket jól tudja egyensúlyozni, ez iszonyatosan fontos. Én hiszek ebben, illetve ma már lassan csak ebben hiszek, ebben a lokalitásban, mert ebben van még egy hosszú távon működőképesség, ebben van fenntarthatóság, ebben vannak meg az emberi kapcsolatok. És nyilván egy kerületben több százezer lakosnál ez sokkal nehezebb, a mi szintünkön 34 ezer lakosnál kicsit könnyebb. A kisfaluban meg egészen könnyű lehet, csak ott meg már nem foglalkoznak ezzel a polgárban. Hogy úsztam meg? Nem úsztam meg, mert nyilván el kell mondanom, hogy ezt az 500 milliós hitelt egy családbarát kormány egy bölcsődére nem adja oda, amit mi fizetünk vissza, és az államkincstár levizsgálja, hogy 10%-at se veszük fel annak a hitelnek, amit fölvehetünk, és azért kell fölvenni, mert 3 év alatt, mióta a pályázatot megnyertük, fölmentek az építő anyagi arányok, és hogy erre azt kétszer azt mondják, hogy nem, ez számomra elfogadhatatlan. El kell mondani, és azt kell mondani, most rendben van, de akkor a következő évben a járda útkeretből kiveszünk ennyit, mert ezt most be kell oda tenni, mert a gyerekeknek március 1-én nyit a bölcsőde, és 86 gyereknek gyönyörű szép helyet fogunk tudni biztosítani. El kell mondani. És az emberek, ha látják, akkor azért jobban el tudják fogadni. Nagyon fontos dolgokat mond Gémesi polgármester úr. Tehát az önkormányzati politizálást és az önkormányzati vezetést, a polgármesterséget nem lehet úgy csinálni, hogy az ember ne legyen teljesen út. Nem lehet úgy csinálni, hogy ez ne legyen a hobbija, hogy ne legyen a hivatása, és hogy ne ennek éljen. És pláne nem lehet úgy csinálni, ami elhangzott, hogy ezt pártpolitikai alapból, vagy pártpolitikai előrelépés, vagy éppen országos politikai előrelépés, kvázi ugródeszkaként való használásként folytassa az ember. Ez így nem működik. Ha az ember nincs jelen, ha nem válaszol, ha nem tudja a legapróbb problémákat is, és nem tud arra válaszolni, hanem pártpolitikai szövegdobozokat olvas föl, és posztán pártpolitikai alapon áll a városvezetéshez, és adott esetben országos politikai lőzungokat mond, akkor az nem működik. Ha valakinek az a célja, hogy előrelépjen, országgyűlési képviselő, miniszter, pártpolitikus legyen, neki nem az önkormányzatokban kell elindulnia. Aki önkormányzati politikusnak megy, az legyen azzal tisztában, hogy az önkormányzatok az a politikának a legszebb része, ahol tényleg az emberek mindennapi gondjaival kell foglalkozni. És még egy, hogy Gémesi polgármester úr nem megúszta ezeket a problémákat. És azért hiteles, és azért nem lehet beszélni szerintem megúszásról, mert ő nem panaszkodott, hanem elmondta a tényeket, megoldási javaslatot mondott, és nem panaszkodásnak tűnt az, amit akár a hulladékgazdálkodásnál, akár a hitelfelvételnél, akár amit az önkormányzati szövetség elnökeként egyébként megfogalmazott. És ez nagyon fontos dolog, hogy nem azt mondja el valaki, hogy mit miért nem lehet, hanem hogy mit és hogyan lehetne, és adott esetben az miért függ másoktól. De ez minden nap el kell mondani egy csomó embernek, hogy ez... De teljesen más az, hogyha az ember csak ezt mondja el, vagy hogyha elmondja azt, hogy neki ez és ez a terve, és részletekre belemenjen. Vagy például, hogyha, ahogy polgármester úr is említette, hogyha nem az a válasz, hogy tisztelt panasztevő, ez nem a mi dolgunk, üdvözlettel a polgármester, hanem elmondja, hogy igen, itt a kétszintű közigazgatásnak és a különböző állami, vagy fővárosi, vagy kormányhivatali szerveknek van egyébként megoldási javaslata, vagy megoldási hatáskör egy-egy problémára, hanem azt mondja, hogy tisztelt levélíró, köszönjük szépen, ez nem a mi feladatunk, nem a mi életekességi körünk, észleltük a problémát, jelezzük mi is egyébként a kormányhivatalnak, adott esetben, vagy a csatornázási műveknek, mert nem kormányhivatalt mondok, az rossz példa, hogy mi a mi megoldási javaslatunk, és mi is feszítjük, akkor értelemszerűen az állampolgár is érti egyébként, a kerületi lakó, hogy foglalkoznak a kérdésével, ezért az a filozófia, hogy nem a mi dolgunk, nem mondjuk, hogy nem a mi dolgunk, az szintén egyébként a lokalitásnak és az önkormányzatiságnak az egyik fő eleme kell, hogy legyen. És akkor is, hogyha valaki például itt Budapesten nem tud felújítani egy utat, mint nálunk a Szilágyi Erzsébet fasor, akkor, hogyha nekünk a forrásaink engedik, akkor felújítjuk. Akkor is, hogyha nem a mi dolgunk, és később utána elszámolunk a fővárossal, mert naponta több mint 200 ezer ember halad át az útszakaszon. Ezt értem, ez jó, de ez mondjuk forrás kellett.
hogyan jut az önkormányzat a költségvetési büdzsén kívül más forráshoz, vannak-e uniós lehetőségeik? Mert vannak valamelyest, tehát nem zárja ki jogilag semmi, hogy pályázzon egy bizonyos alapra bármely önkormányzat, még ha ezt a kormány nem is nézi jó szemmel, vannak kiskapuk, még a főváros is megpróbálkozik vele, nem? Hát a főváros most nyert egy 300 milliárdot, igen, ez óriási dolog. Ez egy nagy mázli. Szeged is nyert egy hatalmas pénzt energiahatékonyságra, és én magam voltam kint Brüsszelbe, találkoztam a fejlesztési biztos asszonnyal, Perele asszonnyal, akinek elmondtuk többször, hogy nagyon fontos lenne a direkt önkormányzati pályázatoknak az elindítása, és ebben ők partnerek. Egy probléma van, hogyha önkormányzati direkt pályázati lehetőségek megnyílnak jóval nagyobb számban a csapokokra, azt minden idő, minden országban így kell csinálni, igen, és ahhoz kell egy olyan kontrollapparátus, ami jelenleg nincs. Nincs. Ezért sokkal egyszerűbb az országon belüli kontroll. De elindult ez a folyamat. Tehát értik ezt ott kint, hogy ezek a források hatékonyabban vannak felhasználva lokálisan, és azért mondok egy transzparenci adatot, bár tudom, hogy mostanában a legutóbbi kutatás után ők a sorosista bolsevék, nem tudom milyen szervezet, meg ilyen támogatott, olyan támogatott, de egy nagyon profi szervezet, ugye itt a korrupció kapcsán kimutatták, a Magyarország sajnos a legrosszabb helyen áll, de ők mondták azt, és ők végezték el azt, hogy 5-1 az arány az önkormányzati és a kormányzati beruházások korrupciós indexében. Tehát míg az önkormányzatnál 1, addig a kormánynál 5. És azért nagyon fontos erről beszélni, mert ugye jött egy Lázár János nevű törvény, amiben azt mondja ki, hogy ha önkormányzati beruházásoknál, ha az 50%-ban állami vagy uniós forrásból van, akkor mindent ők bonyolítanak. Most gondoljuk, egy kis falu nyer valamit 100%-os támogatással, egy utat épít 30 millióért, ott minden számlát, minden egyes elszámolást föl kell minni minisztériális vagy a minisztérium által alapított cég szintjére, ahol napi döntéseket kell hozni, de nem tudja meghozni a polgármester. Tehát ennek is van egy oka nyilván, politikai és gazdasági oka, azt idézőjelbe teszem, ezt a gazdasági, igen, okot, hogy miért van így, de ez megint kiveszi azt a lehetőséget, hogy egy ilyen beugrás még flottabbul menjen. Nincs könnyű helyzetben az építőipar. Pesztő veszekedések vannak a kivitelezőkkel, és a polgármester, Reki, nem tudom nátok, hogy van, de szerintem nátok is ugyanúgy van, hogy nem úgy teljesít, nem azt csinálja. Szét van esve ez a szektor. Egyre kevesebb a munka, mégis nagyobb a gondhalmaz. Tehát azért mondtam ezt, mert én azt gondolom, hogy mi föl tudnánk építeni, és akár térségi szinten is, mert egy kerület, egy Gödöllő és a járásike, föl tudunk építeni olyan apparátust, amelyik ezt a kontrollt megcsinálja, és a beruházásokat le tudná bonyolítani sokkal hatékonyabban, és a pénz oda menne, ahova azt szánják. Az Európai Uniós források azok nagyon fontosak, ugye jelen pillanatban tényleg úgy van, hogy a kormányon keresztül lehet ezekre, igen, pályázni. Mi sikerrel pályáztunk két bölcsödének a felújítására, de ezen kívül, hogy milyen forrásokból lehet még önkormányzati politikát és önkormányzati beruházásokat vagy fejlesztéseket megvalósítani, én kiemelném azt, hogy itt ugye nem várhatunk arra, hogy a költségvetési helyzet javulni fog, vagy éppen, hogy az európai források elkezdenek áramlani az önkormányzatok felé. Ugyanakkor mi tettünk arra egy kísérletet, hogy önkéntes alapon a helyi cégeket és a magánszemélyeket bevonjuk egy-egy a környéküket érintő projektbe. És itt nagyon jó tapasztalatok vannak. Akár a társadalmi felelősségvállalás terén, akár úgy, hogy egy-egy cég finanszírozzon meg kisebb dolgoktól kezdve, faültetés, közepes dolgokon keresztül, parkrendbetételen át, egészen például a Szilágyi Erzsébet fasorig, ahol egy másik település is, amelyik egy agglomerációs település, támogatta ezt a felújítást. Tehát, hogy ezek felé nyitni kell, hogy az ott élők érezzék azt, hogy ez a sajátjuk, és igen, aki tud, az áldozzon a közösségre. Nekem egy nagyon szívmelengető élmény, hogy egy kerületi úriember jelezte, hogy ő látja, hogy az önkormányzatnak nincs forrása az út felújítására, egy kisebb forgalmú út, és ő azt mondta, hogy akkor ő nagyon szívesen egyébként felújítja, mert megtehette. Tehát ez nyilvánvalóan kivételes eset, és nem erre szeretnénk alapozni az útfelújítási programot, de az, hogy az önkormányzati vezetők nyissanak ezek felé, a közösségek felé, az szerintem egy nagyon, nagyon jó program, és egy nagyon jó közösségépítő dolog, és ezt a járványhelyzet, hogyha lehet azt mondani, hogy volt benne valami jó, akkor az, hogy az emberek figyelnek a környezetükre, és egymás környezetére, és a közösségükre, azt én úgy érzem, hogy azt erősítette. Miből sikerült
az egészségügyi ellátást, a Kapás utcai rendelő, ha jól emlékszem, ugye az egy központi hely, ez egy nagyon fontos hely, annak a felújítását megoldani. Hát, ezt azért kérdezem, mert ugye az egészségügyel is állandóan a kormány mindenbe belehalászik. Mindent központosítani akar, ott is a szabályozás szinte minimális mozgásteret ad, holott az önkormányzatnak a lakosság, a kerületi, vagy a területén élő lakosság ellátását ott kéne hagyni, mert az önkormányzat tudja, hogy milyen, mennyire van előregedve a lakosság, mi kell, és ez egy, megint egy nagyon nehéz, ezt hogy lépték át? Igen, hát itt ugye most jelen pillanatban számunkra nem az a fontos kérdés, hogy miből volt az első ütemére forrás, igen, hanem hogy miből nem lesz a további folytatásra. Egyébként az Egészséges Budapest program keretében, ami ugye a kormány és a főváros közötti megállapodásnak volt, annak a keretében sikerült sikerrel pályáznunk, és ehhez még jócskán raktunk önerőt. Ennek kapcsán most ugye a három emeletes Kapás utcai rendelőintézetnek a földszintje és a betegirányító rendszere újult meg gépészettel és egészségügyi berendezésekkel együtt, és ugye mivel bíztunk abban, hogy a kormány és a főváros közötti megállapodás az folytatódni fog egészen az atlétikai világbajnokság után is, ezért picit csalódottak vagyunk, hogy ezt úgy, én úgy látom, hogy elengedni látszik mind a két fél, de jelen pillanatban én azt látom, hogy nem csak az infrastruktúrális, tehát nem csak a felújítás, az eszközbeszerzés jelenti a fő gondot az egészségügyben. Uh-huh. Lássuk a János kórház példáját, lássuk a nem budapesti kórházakat, ahol szakápoló, ápoló, nővér hiány és humán erőforrásbeli problémák miatt egyébként osztályok állnak le, és nő a betegút. Én azt hiszem, hogy bár a fekvőbeteg ellátás ugye nem önkormányzati hatáskör, csak a járóbeteg ellátás, itt is meg kell nézni azt, hogy egy önkormányzat hogyan tud segíteni. Értelemszerűen nem lesz az az önkormányzat, amelyik a János kórháznak a humán erőforrás problémáit, vagy a felújítását tudja, de adott esetben, ha tudunk csinálni 8 nővérszállót, nővérlakást, ami azt segíti, az hogy ne a város segíti másik végéről kelljen a nővéreknek bejárni plusz 2 óra munkaidőt előidézve, vagy utazási időt előidézve, akkor talán azzal már segítünk. Vagy például egy ösztöndíjrendszer kifejezetten a nővéreknek. Azt hiszem, hogy meg kell nézni még akkor is, hogyha ez már jócskán túlmutat az önkormányzat szerepvállalásán, vagy összehangolás, hogy hogyan tudjuk az egyházi, az állami és az önkormányzati egészségügyi ellátókat egyébként hatékonyabban működtetni a mi szintünkön. Uh-huh. Egy picit visszatérnék erre a választásra, mert az én a felvezetőmben azt mondtam, hogy sokan aggódnak, hogy az emberek nagyon össze lesznek zavarodva. Amikor oda kell menni a fülkébe, egyrészt ugye a parlamenti, európai parlamenti választás, képviselő választás, az mondjuk világosabb, az tisztább, de sikerült Budapesten mindenképpen megkavarni a listás szavazással ugye az embereket, hogy hova x-elnek is annak, milyen következménye lesz. Ez az összevonás is csak ezért van, hogy egy hatalmi lépés, egy politikai eszköz, hogy valamit manipuláljon a kormány. Nem látom be egyébként, mert az, hogy zavar támad, az kétesélyes. Nem biztos, hogy a Fidesz számítása jön be, és lehet, hogy szétesik az egész, és elaprózódik. Tehát mi lehet-e mögött? A Fidesz arra számít, hogy a uniós választás listás választásaként tudatosul, és akkor abból átmegy a helyre. Azért ez nem teljesen így van, mert a uniós választás nyilván pártfüggő, igen, a helyi választás azért sokban személyfüggő is, tehát a kettő azért nem biztos, hogy szinkronban van egymással, de hát nyilván ezt nem tudjuk, először lesz egy ilyen jellegű kvázi időzelbetett kísérlet. Nem tartom szerencsésnek, elsősorban nem csak azért, hogy együtt van, hanem azért nem tartom szerencsésnek, hogy utána hivatalban maradunk. Tehát október 13-ig van mandátumunk, az azt jelenti, hogy a képviselő testületben működik a maga rendjén, ugye itt valami átmeneti szabályozást ígértek, de nem az a, ez még egy dolog, de a másik az, hogyha mondjuk van egy testület, ahol ott a régi polgármester a csapatával többségben, de már az ellenzékéből van az új polgármester. Gondoljuk egy kis településen, ahol nem is pártok, hanem családok vannak, baráti körök vannak egymás ellen, hogy ott mi fog történni. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen dolog, mert azt el lehet dönteni, hogy az uniós választás legyen együtt az önköti választással. Igen, a következő ciklustól ez kellett volna, ez a korrekt. De nem az, hogy mostantól, hogy ezzel még talán meg tudok erősödni, mert azért azt is látjuk, hogy bizonyos tekintetben kopik a Fidesz, hogy aztán mennyire, hogyan, mint ezt nyilván majd a választás fogja megmutatni, de ebben egy ilyen biztonsági tartalékot képezett magának politikailag a Fidesz ezzel a választással. Én nagyon szerencsétlennek tartom.
mit kell csinálni, edukáció, kommunikáció, tehát el kell mondani többször, hogy akkor ez most mit jelent, plusz energia, de abban is igazad van, hogy ez visszajára is elsülhet, hogy a polgármesteri vagy az önkéti választások hatnak vissza az uniós választásra. A részvétel valószínűleg magasabb lesz, mint szokott lenni az uniós választásnál, ennyi előnye van, de hogy ennek aztán végül is mi lesz a következménye, ezt a választások után fogjuk tudni megmondani. Szerintem egyértelmű csapda, amiben az ellenzék egyöntetűen belesételt. És azt valóban ne higgyük el, hogy költségtakarékossági okok miatt hozták egy időbe a választásokat. Itt szerintem annak az űrzavaros állapotnak, amikor május és október között, ahogy polgármester úr mondta, egyébként lesz egy ilyen interregnum-szerű időszak, amikor az új polgármester és képviselőtestület már megvan, annak szerintem az adminisztratív költsége egyébként országos szinten nagyobb lesz, mint amennyit spórolnak a választáson, csak hogyha különböző pereknek az ügyvédi eljárási költségét összeadjuk országos szinten. Én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy egyrészt egy napra hozták a pártlistás szavazásra az önkormányzati választásokat. Értelemszerűen ez aznak a polgármestereknek, önkormányzati szereplőknek, akik a pártpolitikától távolságot tartanak, nem jó. Másrészt a fővárosban a listás választási rendszert szintén újra elővették, és ez gyakorlatilag a kiábrándultságot tudja növelni olyan ellenzéki pártok esetén, akik egyébként mind a mai napig egymással veszekszenek. De. És ez az ellenzéki szavazókban egy olyan kiábrándultság érzetet fog kelteni, az én véleményem szerint, mint ami a 22-es országgyűlési választások után volt, akkor, amikor mindenki elkezdte a másikat hibáztatni. Az, hogy ma még mindig arról szólnak a hírek, hogy melyik párt kivel indul közösen, milyen listák lesznek, előválasztás vagy nem előválasztás, és ezeknek az eredője mind az, hogy a fővárosban listás választás lett, az Európai Parlamenttel együtt hozt, vagy egyszerre tartják, és az ellenzéki pártok, hogyha ebbe a csapdába továbbra is emelt fővel belemennek, hogy egymással veszekednek, az a választóknak kiábrándító. Hogy nem arról beszélnek, hogy mit szeretnének a várossal, a kerülettel, a fővárossal tenni. Hogy nem arról beszélnek, hogy mitől lesz jobb az ott élőknek, hanem attól, hogy az ő pártlistájuk az miért jobb, mint a másiké. Vagy éppenséggel, hogy a másik párt miért rosszabb, mint az övék, akkor az ellenzéki választókat otthon fogja tartani. És ahhoz az önkormányzati politikusoknak mindent meg kell tenni, hogy az önkormányzati választásokon részt vegyenek, mert ott ténylegesen a saját életükről és lakóhelyükről döntenek. Ez az önkormányzati politikusoknak a párt független és pártpolitika nélküli feladata. És én egy picit pesszimistább vagyok, hogy egy ilyen esetben, amikor egy veszekedő ellenzék látszik a rajtvonalhoz állni, akkor a részvétel vajon hogyan alakul? Valóban, egy-egy polgármester az meg tudja szorítani, de biztosak vagyunk abban, hogy egy népszerű és gyakorlatilag biztos befutóra gondolt polgármester, egy népszerű polgármesternél nem az lesz az ellenzéki választók reakciója, hogy ó, hát ő úgyis nyer, a veszekedő ellenzékre viszont nem megyek el szavazni. Mert egyáltalán az európai parlamenti választás annyira nem érdekel, ő biztos nyer, az ellenzék meg menjen a csodába, mert csak egymással veszekszik. Ez csökkentheti érdemben a részvételt. Nekünk volt időközi választás az országgyűlési választás után, ahol végigjártuk a választókat. Totális volt a kiábrándultság az ellenzékből, azért, mert egymással veszekedtek. Én azt látom, hogy most ez az egymással veszekedés tovább folytatódik, és hogyha ez nem változik rövid időn belül, és még egy hónapig vagy két hónapig arról beszélnek, hogy milyen felállásban indulnak, milyen előválasztás, személyes vagy online, ki hanyadik a listán, közös lista, nem közös lista, félközös lista, ilyen pólus, olyan pólus, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy figyelj, ellenzék, amíg ti magatokról beszéltek, és nem rólunk, addig akkor szavazzatok ti magatokra. Én ettől tartok. Tehát az, hogy ez elkedvetleníti az emberek egy részét, és el sem mennek szavazni, ez egy várható reakció? Hát, hogyha az ellenzékről szóló híreknek a 80-90%-a arról szól, hogy egyik ellenzéki párt mit gondol a másikról, egyik ellenzéki politikus hogyan minősíti a másikat, vagy éppen teljes mértékben technokratikus a kérdésekről, hogy milyen listán induljanak, és milyen előválasztásra kerüljön sor, azt az ellenzéket valljuk be, azért nehéz rajongani. És nem csak emiatt, hanem az jutott eszembe, amit te az elején mondtál, mikor azt mondtam, hogy idéztelek, hogy te a te pártod Buda, és nem pedig valamelyik politikai csoport, hogy az emberek azt mondják, hogy hát ez a politikának az a része, amit én egyébként is utálok.
ez nem az életemről szól, hanem ezeknek az embereknek a pozícióharcáról szól. Ez nem arról szól, hogy nekünk jobb lesz a kerületben, vagy nem, vagy a városban, hanem arról szól, hogy melyik akar erősebb lenni, melyik akarja a másikat lenyomni. Ez az a politika, ez az a pártpolitika, amit utálunk. És ez most felerősödik az önkormányzatra rávető. És ez most felerősödik az európai parlamenti választásra, amit nem csak ellenzék, vagy nem csak politikai elemzők tartanak ellenzéki, hogy is mondjam, támogatottság méregetésnek, hanem kimondva a pártok is. Hogy az a cél, hogy akkor az egyik ellenzéki pártnál legyünk erősebbek. Igen. És nem az a cél, hogy az ott esetben még több szabad város legyen, még több polgármester, még több olyan pozíciót fogjunk, mert valljuk be, az Európai Parlamentben nagyon fontos képviselni hazánkat, de hát ott azért, ahogy az előbb is elhangzott, a városokban és az önkormányzatokban a mindennapi életre talán fontosabb döntések születnek. És ezt pártpolitikai céloknak feláldozni, egy önkormányzati választást, attól én nem is óva intenék, hanem szeretném megkérni az ellenzéki pártokat, hogy ezt ne tegyék. Mert ezen városok, települések, kerületek múlhatnak, hogy a kiábrándult, vagy az ellenzéki veszekedéssel egyet nem értő és abból kiábránduló választók részt vesznek-e az önkormányzati választáson, ami a mindennapi életüket befolyásolja. Hát és azt látjuk, hogy Fidesz nem jelölte meg az induló embereit, kivár még márciusig, tehát valószínűleg egy nagyon intenzív és nagyon lehengerlő kampányt fog csinálni, ami sok hatású lehet a választók részére, és ez a most előkészítő fázisban lévő ellenzéki együttműködési rendszer, ez sokkal instabilabb, mint az, amit ők egyszerűen erőből föl fognak mutatni, erre készülni kell. Tehát ez nem véletlen, ez egy választási stratégia, eddig másképp csinálták, most azt mondják, hogy két és fél napot koncentrálunk, és akkor minden szinten, mindent bevetve, ismerjük a módszereket, miközben a másik még azt se tudja, hogy akkor most ki kivel van, mert éppen valakinek kell egy alpolgármesteri hely. Ebben az is elvész, hogy ha az önkormányzati választásról beszélek, hogy én mit szeretnék, hogy engem ki, hogyan és milyen programmal képviseljen, mert már legfeljebb listát látok, meg pártembert. És nem pedig egy... Még a polgármester személy az exakt marad. Hála jó Istennek. Bárha nincs mögött egy, és nem kormányzati ember, és nincs mögött egy egységes támogatás, akkor ott megint az lehet a reakció az embereknek, hogy hát ez jó ez a figura, de hát ki van mögötte? Senki. Szerintem, hogyha ezt egy polgármesternek 4 vagy több év alatt nem sikerült bebizonyítani, hogy nem is az, hogy ki van mögötte, hanem hogy milyen értékeket követ, és vagy teljesen azonosulni a pártjával, mondjuk kormánypárti oldalon, vagy ellenzéki oldalon, vagy éppen bebizonyítani azt, hogy őt tényleg nem érdekli a pártpolitika, és nem pártok, és nem pártvezetők, és nem különböző tanácstermekből mozgatják, akkor igazából ennek van jelentősége. De én azt hiszem, hogy aki tényleg a városáért, kerületéért, településéért dolgozik, és nem pártpolitizál, ott ez el tud különülni, ahogy polgármester úr is mondta. Abban szintén van egy másik veszély, hogy mennyire kavarodnak össze a választók, ugye? Arról még nem volt, hogy például Budapesten, ugye eddig a polgármesterek alkották a fővárosi közgyűlést, és néhány ez a listás választásnak a következménye. Megint plusz, jó esetben megint plusz egy szavazólappal jár, ami a fővárosi listát és a európai parlamenti pártot megint a pártpolitikai oldalra redukálja. És én ezért nem értem, hogy miért nem tiltakozik minden budapesti polgármester foggal körömmel az ellen, hogy megint pártpolitikai alapon fog összeállni egy fővárosi közgyűlés. Én nem tartom jónak. Nem tartom jónak, mert pártpolitikai alapra redukálja az egészet. Hát egyfelől, másfelől a választónak fogalma sincs, hogy a szavazatával milyen összetételű közgyűlés támogat. Ráadásul ehhez még hozzájön, hogyha az ellenzék valóban nem egy listán indul a fővárosi nem szinten, egy listán fog most már akkor így gyakorlatilag beszélek. Ennek a végkimenetele az... Úgy van. Tehát akkor ez az egész önkormányzati választás szép csendesen egy jól manipulált politikai játszmává vált, függetlenül attól a céltól, hogy az arra rátermelt és jó programmal fellépő emberek kapják a lehetőséget a következő 5 évre a település irányításában, stb., hanem tisztán arról van szó, hogy milyen pártarcok mennyire erős hátszéllel hogyan tudnak bejutni, és az ember ott áll, hogy választás, hogy ezek lesznek a közgyűlésben. Hát én nem is erre gondoltam.
Hát ez a utolsó pillanatban megváltozott törvénynek az eredménye és a következménye, ami egyébként a érdekessége, hogy amikor Tarlós István indult, akkor meg alá dolgoztak ezzel az új módszerrel, ami addig működött, tehát most ezt kívánja a politikai érdek, akkor ez a törvény kerül megszavazásra, ráadásul az utolsó fázisban, ami több mint nem elegáns. Tehát meg kell ezzel is küzdeni, nyilván én azért talán bízom a bölcsességben, és bízom abban, hogy az együttműködés erősebb lesz, mint egyes pártpolitikai érdekek, meg egyéni érdekek, de hát ezt én csak külső szemlőként nézem, drukkolva a felkészült embereknek, akik jelentkeznek erre a feladatra. Annyi minden abszurditás elképzelhető a mai magyar politikában, a Fidesz bátran és határozottan meglép bármit, ami felmerült már, lebegtették az önkormányzatiság megszüntetését. El tudjátok képzelni? El. Én mindent el tudok képzelni. Eddig ilyek során, ami történik. Nyilván formálisan nem, tehát maradnak önkormányzatok, de a feladat hatáskörrendszer az, és a finanszírozás, persze. Hát itt még hátra van a közétkeztetés, amit nagyon most megpendítették az obodákat, megpendítették a közművelődést, ami azért nagy hiba, mert ezek tartják össze a közösséget. Nyilván ez a pártpolitikának nem érdeke, hogy a közösségek erősek legyenek. Itt a közösségben nem csak a vezetést értem, hanem az embereket, akik hazamennek otthon, településeken jól érezni magukat, és szeretnék a közösségi élményeket megélni a kultúrán keresztül, hogy a gyerekük biztonságban legyen a bölcsödében, ne központilag irányítsák, és mondják azt, hogy látjuk, hogy oktatás kapcsán mi van. Ez egyáltalán nem csak bérkérdés a magyar közoktatás, most világosan látjuk, most már látni. Egészen másról szól, és ez sajnos azért alakult ki, mert elkerült az önkormányzatoktól. Kétségen kívüli kis településeken nem tudták annak idején finanszírozni a közoktatást, de azt gondolom, hogy ezen lehetett volna segíteni, és bizonyos olyan jellegű formációkat kitalálni, ami mindenki számára elérhetővé teszi a nívós oktatást, és esélyegyenlőséget ad a Szabolcs megyei fiatalnak, a Vas megyeinek és a budapestinek. Ez volt az eredeti cél, ez már régen nem teljesült, mert semmi nem változott ezekben a leszakadó hátrányos régiókban, és amint látjuk most már bizony a központi régiókban is, az erősebb településeken is a menekülnek a pedagógusok ettől a helyzettől, ami nem fog visszaállni, legalábbis az eredeti formában a bérek miatt. Nyilván jó, ha van, de nem ez a lényeg. Második kerület erős önkormányzat? Én azt hiszem, stabil áll a lábán? Igen. És ez pont annak köszönhető, hogy nálunk a közösség is erős. Aha. És én nem szeretném elképzelni, és nem is tudom elképzelni azt a Magyarországot, ahol az önkormányzatiságot még inkább felszámolják és értéktelenítik. És az ellen fel kell szólalni. És pont azért, amit Gémesi György is mond, hogy a közösségépítés az önkormányzatiságnak az egyik legfontosabb része. Hát azt mondja, hogy pontosan el tudja képzelni, hogy pont emiatt gyengíti tovább. De központi intézkedésekkel, jogkörök megvonásával, arra, hogy rátelepedik most már majd a közművelődés központi irányításával. Ez attól is függ, hogy helyben milyen erős közösségeket sikerül felépíteni, és hogy hogyan tud egy ellenálló képességet kialakítani magának. Nem csak az önkormányzati rendszer, hanem maguk a közösségek is. Mert közösség nélkül nincsen. Igen, de ez kellene nyilvánosság. Azt mondja meg nekem, kedves Gergely, vagy mondd meg, hogy ebben a jelenlegi médiahelyzetben hogyan tudsz te kommunikálni meg a testületed úgy a hatékonyan a lakossággal, hogy szinte alig van sajtót? A legfontosabb szerintem... Ez Gödöllel is vonatkozik, hogyha belefér még néhány percben. Úr elmondott, az szerintem, amit semmi nem ír felül, az a jelenlét. És a személyes jelenléttől kezdve a kültéri, köztéri, játszótéri, kutyafuttatós fogadóórákon át, a helytörténeti séták, a közösségi egyeztetések, a piacon jelenlés. Tehát ezzel lehet ezt szerintem ez a legfontosabb. Tehát azt, amit az embernek a szemébe mondanak személyesen, az mindent felülír. Az felülír ilyen nagy kerületben, egy ekkora városban ez így minden nap érvényesíthető? Hát működnie kell, eddig legalábbis ez bevált, és ahogy a visszajelzések érkeznek a social médián keresztül, meg a személyes kapcsolatokon keresztül, úgy érzem, csak az egyetlen egy lehetőség. Ezzel foglalkozni kell, ez egy nagyon idegenes dolog, ez egy szolgálat, tulajdonképpen 24 órás. Ez, aki egyébként ezt komolyan akarja csinálni, erre számítson. Ez az egyik, aztán persze nyilván vannak helyben a social médián keresztül kívül is kommunikációs lehetőségek, de azt
azt nem pótolja semmi, hogy az ember ott legyen az emberek között. Aha, ez egy szolgálat, egy hivatás és egy hobbi. Tényleg nincs olyan, hogy este 8-kor az ember kikapcsolja a telefonját, és nem válaszol valamire. És a személyes jelenlét, a közösségi média, a helyi újság, ezek vannak állnak a rendelkezésre. Szóval nem reménytelen, mert ugye mi itt újságírók mindig azért sírunk, hogy látjuk, hogy mennyire kisajátította a központi hatalom a teljes sajtóvilágot, vagy legalábbis nagyon nagy részét, megfojtotta a helyi rádiókat, helyi televíziókat, alig van független, de akkor ezek szerint át lehet lépni. Értelemszerűen könnyebb lenne, hogyha például lenne bármelyikünknek esélye arra, hogy az állami médiában, a köztévében, vagy az országos rádiókban mondjuk pozitív, vagy éppen semleges hírek jelennének meg rólunk, de szerintem már akkor is kiegyeznénk, hogyha egyébként egy-egy rólunk szóló hírről megkérdeznének minket, hogy a kerületünkről szóló hírről, vagy a településünkről szóló hírről. Értelemszerűen ez azért nehezíti, hiszen az országos lefedettségű rádiók, tévéknek a hallgatottsága, nézettsége nagyobb, de a helyiek is. Ezt azért kérdeztem, mert Gémes így, hogy felvetette, hogy most arra készül a Fidesz, hogy egy másfél-két hónapos, nagyon koncentrált, nagyon nagy erőkkel végrehajtott kampányban a választás előtt lerohanjon mindent, és akkor ismerjük az eszközöket. A nem tetsző ellenfelek karaktergyilkossága, hazugságokkal, dezinformációkkal lehet a lakosságot bombázni, helyi rádiókkal, regionális sajtóval, mind-mind, ami a kormány kezében. Van dolgotok ez ellen bármi módon is. Persze, válságot föl kell állítani, és sajnos ez olyan, ilyen szempontból rossz a szó, hogy háború, de sajnos ez egy kommunikációs és egy ilyen választási kampány, ami várható. Köszönöm szépen, azt tanácsolom mindenkinek, a hallgatóknak, nézőknek, hogy kezdjenek el tanulni, hogy milyen szavazólapok várhatók, kezdjék el figyelni, milyen erők hogyan mozdulnak meg, hogy legalább a lehetőségekhez képest, amikor X-elnek, akkor nagyjából legyenek tisztában azzal, hogy mi az, ami mellé letették, és ki az, ami mellé letették a voksukat. Köszönöm szépen Gémesi György Gödöllő polgármesterének, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökének, és Őrsi Gergely a második kerület polgármesterének, hogy itt voltatok. További jó háborúzást kívánok mindannyiunknak. Köszönjük szépen. Sófai Péter szerkesztő kollégám nevében pedig köszönöm az önök figyelmét, minden jót, viszont hallásra, viszont látásra.